és megtörtént az, aminek nem kellett volna megtörténnie, hogy ezt az emlékmény után visszaépítették. Visszaépítette a függetlennek mondott magyar állam, szabadon választottnak kormányt. Itt nagyon fontos elemnek szólni arról, hogy mit mond erre a másik fél. Nem jelentéktelen, de mindenképpen másodlagos szempont, hiszen az elsődleges szempont az, hogy mit szólnak a magyar emberek ehhez a emlékműhöz. De ha mégis ez szóba jön, akkor ezt mindenképpen rögzíteni kell, hogy, és ebben akkor most külön említeném meg azt, hogy ennek a mit szól a másik fél témához alapvető kutatásokat folytatott, nyilatokat folytatott a általam és Zétény Zsolt elnökül által vezetett Nemzeti Jogvédő Szolgálat nevezett jogvédő szervezet. Ez a jogvédő szervezet 2006-ban még a tárgy szerinti, jelen eljárás szerinti cselekményeket megelőzően az ügy ugye felvállalta, és létrehozott egy úgynevezett szabadságpír bizottságot. 2006. március 24-én volt az alakuló ülése, és ennek a szabadságtér bizottságnak az volt a feladata, amely tömörített számos civil szervezetet, 56-os harcost, többek között Balázs Tibi Lászlót és Wittner Máriát, de tömörítette azon mozgalmakat, azon magyar civil mozgalmakat, amelyek ezeket a kiemelt nemzeti ügyeket fontosnak tekintették, többek között egy Gyulázi György, Kocsis Imre is, a Kismeti Osztályi Csoport vezetője csatlakozott ehhez a felhíváshoz, mozgalomhoz. A alapvetése az volt ennek a bizottságnak, hogy a orosz fél, illetve a hatályos magyar-orosz kétoldalú hadisír egyezmény nem tartalmaz semmilyen kizáró rendelkezést arra vonatkozóan, hogy ezt az emlékművet ne lehessen a helyéről elmozdítani. Hogy ez mennyire így van, erre vonatkozóan most nyilván teljes mélységében nem ismertetném, de Zétény Zsolt elnök úr, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat és Alapítvány ügyvezető elnöke egy nagyon részletes tanulmányt készített, amelyben ezt részletesen levezette. Ennek a lényege az, hogy az emlékmű, mivel nem tartalmaz sírt, tehát földi maradványokat, ezért pusztán emlékműnek minősül, és ebből fakadóan főszabály szerint két oldalú megállapodás alapján helyezhető el, amennyiben azonban ez nem jön létre, akkor egy úgynevezett két éves átmeneti felmondási idővel idézőjelesen bárhova el tudja helyezni a magyar állam ezt az emlékművet. Felvetődik persze a kérdés, hogy legyenek emlékműnek a sorsa, talán ez ügy szempontjában nem is lényeges, de én azt gondolom, hogy az lenne a legtisztességesebb megoldás, egy nagyon marginális helyen, de valahol esetleg ez emlékmű is ott marad, hiszen az orosz emberek azon részének, akik például a leszármazói azoknak, akik ennek az értelmetlen háborúnak az áldozatai voltak, nyilvánvaló módon valamilyen érzelmi kötődése mégis viszonyulnak ez ügyhöz, és ilyen értelemben az ő érzületüket is figyelemben tartja ez a megoldás, hogyha nem úgymond földdel válik egyelőre, ez emlék, nem olyan helyre kell helyeződik át, tehát hogy lesz egy olyan ember, egy nagy ember a kezdődikére, pont egy helyet ennek a emlékműnek álljon ott, mert nekem fontos ez a szempont. Az orosz állam, a mostani orosz állam, és főleg az orosz egyház azonban ismereteink szerint egyáltalán nem viszonyul már úgy ez emlékműhöz, mint ahogy azt gondolták, vagy gondolnánk. Tehát nyilvánvaló, hogy az orosz állam sem egyenlő már a sztálini diktatúra szovjet államával. Nyilván, hogy jelentősen él bennük ez a szabadságharc és a honvédőháború fogalma, de az, hogy ez összekapcsolódik egy önkényuralommal az emlékmű, hiszen ugye nem kevesebből van szó, ugye elsőrendű vállalat esetében, mint ennek a emlékműnek azon részét érintette, csak is kizárólag az ő cselekménye. Ezt már részletesen meg fogom az elkövetési magatartási dogmatikai értelmezésnél kifejteni, az ő cselekménye csak is kizárólag ezt a címet érintette. Ezzel természetesen nem mondom azt, hogy azok, akik adott esetben a emlékmű más részét részén fejezték ki nem tetszésüket és politikai véleményüket, hogy valamilyen módon alacsony rendű magatartást követtek volna el. De Budázi György esetében mindenképpen az emelhető ki, hogy ő kifejezetten szimbolika, mégpedig az önkényuralmi jelkép szimbolikája erre fókuszált cselekményekor,
tulajdonképpen ezzel fosztotta meg a címer leverésével, megfosztotta ezt az emlékművet az önkény uralmi jellegétől. Amellett nyilván feliratott van még rajta, hogy tovább is érte a magyar emberek érzületét, a kicsősége szolgált Kőves Nagycsereg ugye hőseiről van szó. Hogy egyáltalán megértsük, tehát akkor befejezem ezt a gondolatsort, lényegében tehát a helyzet az, hogy igenis az emlékmű elhelyezhető, olyannyira egyébként, hogy mindezett fontos állami érdek, fontos állami érdekre hivatkozással lehet ezt az emlékművet egy oldalon elhelyezni. Ez a fontos állami érdek, ezért én Zsolt tanulmánya szerint nem lenne más, vagy nem lehetett volna már, de még lehet más is persze, hogy 2006 évben közeledtünk 2006. október 23-ához, a magyar forradalom és szabadságharc évfordulójához, a Benedik évfordulójához, amelyre készült az ország, és amely méltó megünnepelésére készült a társadalom, hiszen független attól, hogy éppen azok gyakorolták abban az időszakban is a hatalmat, akik jogfordulás utódjai voltak Kádár megtorló gépezetének és vagy haszonélvezői, azonban nyilván az ország nincs arra készült, hogy szabadon, legalábbis lelkileg szabadon nem ünnepelje ezt az évfordulót. Most ez a fontos állami érdek lett volna, ez a bizonyos évforduló, illetve az, hogy a Vörös Hadsereg ezen emlékműve helyén kerülne felállításra a régóta tervezett Magyar Függetlenség Szabadság emlékműve. Tehát ez így ebben az összefüggés rendszerben az orosz fél elé bocsátva, biztos vagyok benne, hogy egy elfogadható érv lesz. Hogy ez mennyire így van egyébként, és mennyire nem csak kőcukkálásról van szó, Zétén Zsolt elnök úr készített is egy törvénytervezetet erről, amelyen megkeresett több parlamenti képviselőt, azonban sajnálatos módon egyikünk sem jutott el oda, hogy benyújtsa törvényjavaslatként. Pedig kiváló alkalom lett volna az 50. évfordulóra. Ehhez képest eljutottunk oda, hogy az 50. évforduló előtti hónapban napvilágra került egy beszéd, egy politikai beszéd, amely zárt körben született, számítósan nem mondom ki a beszéd elmondjának nevét, mert nem jött órá, de a beszéd, az Balaton összödi beszédként, hazugság beszédként hitesült el. Ez a beszéd mutatott rá arra, hogy valóban tényleg nem történt rendszerváltás, és valóban az akkori hatalom gyakorló egyrészt kétszeresen követtek el főbejáró tágértelemben vett választási csalást. Egyrészt azzal, hogy nem adtak valós tájékoztatást az ország akkori helyzetéről, másrészt pedig azzal, hogy nem más mondtak, más ígértek, mint amit már akkor is nyilvánvalóan tudtak, hogy nem fognak megtenni, amit ígérték. Ez a beszéd 2006. szeptember 17-én kiszivárgott, kiszivárgott tatták, nem tudjuk hogyan, valószínűleg soha nem tudjuk meg, de egy a lényeg, hogy az egész ország most megrázta ez a beszéd. Megrázta ez a beszéd, és az utcákra túlultak az emberek, kifejezték tiltakozásokat élve alapvető szabadságjogaikkal. És ekkor a hatalom meglepődött. Meglepődtek, hiszen azt gondolták már, hogy ennyi évvel a rendszerváltozásra tervezett fordulat után, és négy évvel a második szocialista kormány országvása idején nem lesz már annyi erő és kitartás az ország népében, hogy felmutassák a nép erejét. Azonban csalódniuk kellett, ez mégis megtörtént. Szeptember 17-én Kossuth térre gyűltek az emberek spontán módon, és tulajdonképpen ugye intézményesedett a tiltakozás, ha lehet így mondani, nem csak a Kossuth téren, az ország számos más pontján, Soprontól kezdve, Szekszárdon át, Érekházán keresztül, lényegében minden nap folytak a tiltakozások, amelyek békés módon indultak. A tiltakozások döntő többsége egyébként végig békés maradt, ezt mindenképpen előre járóban is rögzíteni kell, minden olyan ellenkező beállítás és híresztelés ellenében, amelyet nyilván jelentős részben a rendszerváltás elmondásában érdekelt média segítségével történik. Úgy próbálják beállítani a szabadságjog gyakorló embereket, többek között ugye például a vádlottak padján ülő Budázi Györgyöt is, hogy ők valamifajta erőszakos csőcselék, akik az ország és a békés többség biztonságát veszélyeztetik, veszélyes elemek,
akiket úgymond ki kell vonni a forgalomból.